a zenéjét, és nyilvánvaló, hogy nekem, mint zenésznek sokat mond. Hát én a magam részéről a csapatokkal, akikkel együtt dolgozott, vagy akár azokat az albumokat, amiket ismerek, egyszerűen hatással vannak rám. Szerintem nagyon sokat nyújtott a világnak azzal, amit ő itt a hosszú, viszonylag hosszú pályafutása alatt tett. Én csak örülök, hogy ide is eljött Veszprémbe. Kíváncsi vagyok, milyen élőben. Egy nagyon jó funky bulira számítunk, egy laza táncos estét várunk. Hangulatú és egy nagyon vidám zene. Ilyen esős időben pont ez kell. Alkalommal vagyok itt a Veszprém Feszten, és pont azért jövök ide, mert itt nagyon nívós zenekarok vannak, és őket nagyon régen láttam élőben, és nagyon szerettem volna még egyszer látni őket élőben, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy itt Veszprémben megtalálom őket. Nagyon élvezem. Incognito? Egyik nagy kedvenc. Egyik nagy kedvenc az, hogy nagyon várom, hogy jöjjenek. Nem csak a Nézlángre miatt, Incognito miatt is, de nagyon jó párosítás, nagyon örültünk, hogy mind a két koncerten itt lehetünk egyszerre. Folytatás Incognito, nagyon várjuk, készülünk vissza előre törni is, hogy az első sorokból láthassuk, hogy mi lesz a program. Az Incognito egy régi nagy kedvencem. És kötelességem itt lenni. Igen. Körülbelül 10 éve minden Incognito koncerten ott vagyunk, ami a környéken van. Profi zenészek és nagyszerű groovy zene. Energia, a szövegeik nekem nagyon sokat jelentenek, nagyon pozitív érzéseket közvetít, minden üzenet, amit a Blue ír, szövegek azok fantasztikusak. És nekem igazából az Incognito az ő személyében jelenik meg. Improvizatív elemek vannak, de Isten igazából azért megkomponált dolgokról van szó. Általában mindig ugye énekes is megszólal.
jazz és a funky határán mozognak tulajdonképpen. Still a friend of mine.